reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt, kinek mi van, ugye éppenséggel. Üdvözlök mindenkit, innen, ahogy tetszik látni, a Szent Péter térről, a Szent Péter Square-ről. Ugyanis innen fogunk tovább menni, egészen Eston under Linnig. Tehát ez a Lill alatti Eston. De mivel a környelv is így határozza meg úgyis könnyebb beazonosítani, vagy könnyebb kezelni mondjuk úgy szövegileg, tehát innentől kezdve csak Estonként fogok rá hivatkozni, illetve az estoni vonalként fogok rá hivatkozni. Szóval megyünk Estonba, mégpedig azért, mert útközben van egy-két érdekesség, nem maga Eston az érdekesség, hanem útközben vannak olyan dolgok, amiket én úgy gondolok, hogy érdemes megmutatni, és akkor ez lesz a mai témája a Manchesteri villamos titkainak. Úgyhogy akkor menjünk szépen a megállóba, és felszállunk a villamosra. Végén mondjuk úgy, tehát mi most az egyik végén vagyunk a vonalnak, Estonban, vagy Eston Underlineban hivatalosan, és maga a végállomás csak annyiban érdekes, hogy egyrészt itt van egy nagy IKEA, meg egyéb ilyen bevásárló udvar mondjuk úgy, de ami ennél fontosabb, az itt van mögöttem, a buszvégállomás. Most ez egy nagyon furcsán kialakított buszvégállomás, mert itt, ha jól látom, akkor összesen van 4 kocsiállás, ami nem számozva van, hanem betűjelezve. És akkor én úgy fordulok, hogy tessék látni, itt vannak mögöttem, meg mellettem a többi busz megálló, hát nem megálló, tehát a többi busz ott. Tehát itt van még 4 ilyen buszállomásnak megfelelő, a buszállomáshoz tartozó végülis buszhely, vagy hogy mondják ezt, nem tudom, nem jut eszembe a hivatalos terminus, bocsánat. Szóval, hogy a buszok úgy állnak meg, hogy egyrészt a villamos mellett van 4 ilyen megállási pont, vagy felszállási pont, és mögöttem ugye magán a terminálon belül pedig van másik 4. De az első 4 az így van, hogy 2 itt, 2 amott. Úgyhogy ez egy elég érdekesen megalkotott dolog, de hát csak így sért el. Most viszont akkor menjünk tovább, és akkor mutatom a többi érdekességet. A következő megállási pontunk Audenshow, ahol éppen most megyek rá a peronról. A hármas zóna eleje vagy hármas zóna vége, ugye attól függ, hogy honnan nézzük. De nem ezért fontos, hogy nem azért érdekes, hanem azért érdekes, mert konkrétan itt kezdődik, hát ha Eston felől nézzük, ugye, itt kezdődik az a szakasz, amit én úgy gondolok, hogy hát jó, szükségmegoldás volt, de ettől függetlenül nem biztos, hogy a legjobb ötlet lenne, ha lehetne más. Az, hogy az úttest közepére megy ki a villamos. De most, mivel itt oké, ez végülis egy kisváros, hiszen Eston már nem Manchester része, hanem nagy Manchester része, így nincs akkora forgalma, ilyen közben zöld lett. Szóval nincs akkora forgalma, mint mondjuk Manchesterben, a belvárosban, de ettől függetlenül azért az, mondjuk úgy, hogy a kétszer egy sáv, vagy kétszer másfél sáv közepére még betenni a... itt piros van, nem jön senki. Szóval közepre betenni a villamos rágányokat, hát
Nekem kicsit furcsán hat, de hát ha más megoldás nincs, már pedig itt nincs, mert máshol nem lehet elvezetni, akkor két elek voltak itt. Úgyhogy most elmegyünk a következő megállóig, és ott meglátjátok, milyen az, amikor középperonos a megálló, méghozzá az utca közepén középperonos. Na tehát itt vagyok, Droylzen, kimondhatatlan nevű megállónál, ami ugye itt van, az út közepén, mint tetszik látni, és ez majd meg fog ismétlődni egy kicsit később, mármint az, hogy az út közepén van a megálló, de a de annak szól, hogy valamiért, valahogy itt a temető mellett, ez ugye a temető úti megálló, a Cemetery Road, tehát itt a temető mellett ezt a megállót ki tudták hozni a szélére, és az út mellett van a megálló, tetszik látni, de ahogy végig kiáll, vagy bejön, tehát most mindegy, megint honnan nézzük, szóval a megálló után megint kimegy a villamos az út közepére, tehát végül csak erre az egy megállóra jön ide ki a szélére, az át pályára, és utána visszamegy az útra, megint a nyílt pályára. De még itt sincs vége a kirándulásunknak. Azt az előbb elfelejtettem mutatni, hogy abból adódóan, hogy itt újra kimegy a villamos a nyílt pályára, tehát magyarán az utas közepére kikanyarodik. Itt a holdfényjelző most szabadot mutat, de emellett ott van a 10-es lassújel, kicsit közel mutatom, hogy csak annyival, tehát 10 mérföld per órával lehet kihaladni ebben az ízben, vagy be behaladni az ívbe, hát nézőpont kérdése, ugye? És utána végig csak cammogva lehet menni, egészen az Edgelane-ig, ahol a következő megálló van. Thank you.
a nagy csikorgás, ez a villamos, ahogy halad ki az ívben, a megállóból. A mi állalkul, és akkor tudom mondani, szóval itt vagyunk a Velopark megállónál, ami valójában a Velodrome-nak a megállója. Azoknak, akik esetleg nem tudnak, hogy mi az a Velodrome, az a legnagyobb fedett biciklis pálya, amit a biciklis, tehát a kerékpáros versenyzőknek találtak ki. De ugye ez volt az legelső egész Angliában, amit erre a célra találtak ki. Ez pont, tehát amit mutatok, ez pont nem a fedett része, de ettől függetlenül ez egy fedett biciklis pályát jelent. De konkrétan egy fedett csarnok, biciklis csarnok, vagy illetve kerékpáros csarnok, mert a biciklis az ugye snaszul hangzik a versenykerékpárosok esetében. Tehát ez egy versenykerékpáros csarnok, méghozzá az olimpiai csarnok, mert hogy 1994-ben adták át, és most építették át tavaly. Ha minden igaz, akkor pont pár nappal ezelőtt adták át, talán egy pár hete, tehát egy két hete adták át a felújítás után. És amiért érdekes, egyrészt ez maga a csarnok, tehát a kerékpáros csarnok, de hogy ez az egész megálló egy ilyen lejtőben van. Ívben is van, tehát az egyetlen egyenlet szakasz az íznek, mondjuk úgy. És lejtős az egész, tehát egy lejtőben van az egész megálló. Na menjünk még egy helyre, azt még megmutatom, mert az még érdekes lehet. Akkor az utolsó érdekesség nem a fal, hanem az, hogy én most egy peronon állok, tehát a villamos peronon állok, ami kifelé tart testomból, a Piccadilly felé. Egészen konkrétan a Media City-ig megy a villamos. De ami sokkal érdekesebb, hogy tehát látjátok, hogy most itt állok a peronon, és ott, kicsit belezoomolok, ott van az ellenkező irányú peron. Ugye nem ez az egyetlen egy hely, ahol így eltolva vannak egymáshoz képest a megállók, viszont ez az egyetlen egy olyan hely, ami úgy kiemelt, hogy szintén ahogy a Velopark-nál, itt is egy ilyen lejtőben van kvázi a megálló, csak annyi a különbséggel, hogy a kifelé menő, tehát a Media City felé menő megálló hely, vagy a peron, az még viszonylag vízszintben van, ellenben a ellenkező, tehát az Ashton felé menő irányban a megálló, mint látjátok, a lejtőn van. Tehát ez egy kicsit lejtősebb. Ez egy ilyen különlegessége ennek a vonalnak, hogy itt egyenes, ott viszont lejtős. Vagy hát egyenes, tehát nincs az a meredeksége, vagy az emelkedési szöge, mint ott. Vagy dőlés szöge, hát most mindegy, honnan nézzük. Na, megvártam, amíg a néni befejezi a dumát. Egyébként ez az Etihad Campus, ez azért érdekes, mert hogy ez a Manchester City-nek a törzshelye, mondjuk úgy, tehát itt rendezik a meccseket, és itt fogadja a különböző vendégeket, amikor meccsük, itthoni meccsük van a csapatnak, és olyankor ez sokkal-sokkal forgalmasabbán ez a megálló, tehát ilyenkor kedd este, azt nem mondom, hogy a kutya nincs itt, de hát nem mondanám, hogy tömegek kinyomorognak. Viszont meccs idején, és ez azért szerdánként meg szokott történni, szerda esténként, akkor viszont igencsak sűrű a forgalom itt, tehát ilyenkor lassabban közlekednek a villamosok. Egyébként onnan jön majd az én villamosom. Na, miközben itt tolatnak, fönt az építkezésen, mert ugye itt építik tovább a helyet, de hát nem tudom kivárni, amíg befejezik a tolatás, sajnos. Úgyhogy ezzel a tolatással, ezzel búcsúzom el. Na, csak befejezte. Szóval köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, köszönöm mindenkinek, aki végignézte a filmet, és akkor
annyi a kérésem, hogy like, comment, feliratkozás, esetleg, hogyha úgy adódik, akkor donation, megtaláljátok, és akkor várok vissza mindenkit a közelebb ilyen több Manchester villamos titkai, mert ezek egyik se titok, de a Manchester villamos titkai sorozat 6. epizódjában. Ha minden igaz, akkor 2 hét múlva Bury következik, mármint hogy az a vonal, ami Bury-ből indul. Jó? Úgyhogy köszönöm mindenkinek még egyszer, és találkozunk akkor ott. Bye everybody!